Sziasztok, bízhagyok! Még mindig beteg hanggal, és láthatjátok, gyönyörű, GTA 5. Egyik streamben mondtam, hogy igen, lesz GTA 5-ről videó, egy darab, úgy mint a Watch Dogs esetében. Úgy gondoltam, hogy többet nem érdemel, tévedtem. Miért is tévedtem? Nos, másfél éve kim van a játék, nektek, nekem nem. Mint ha most jött volna ki, mert semmilyen fajta végigjátszást, videót nem néztem a játékkal kapcsolatosan. Nyilván tudok róla egy-két dolgot, körülbelül, hogy milyen stílusú a játéknek a tematikája, tehát ilyen sivatagos, félsivatagos, mediterrán. Tudom, hogy három karakterre lehet menni, és ennyi. Tényleg ennyit tudok róla összesen. Tegnap streameltem ugye a játékkal kapcsolatosan az első két órámat, Twitch csatornán megtalálható a leírásban, visszanézhetitek azt a streamet, és ámulok, bámulok. Egyszerűen muszáj róla egy videót csinálnom, úgyhogy ennek a videónak a címe GTA 5 ízelítő a játékból. Ugyanis szavazhattok a leírásba, azért nem vezetek közbe, vagy csinálok bármit is, mert egyszerűen nem tudok két dologra figyelni. Tehát leírásban lehet, nem. Inkább lájkkal szavazzatok. Ha 300 lájk összegyűlik a videóra, akkor csinálnék GTA 5 végigjátszásszerűséget. Ugye emlékeztek a Far Cry 4-re? Legalábbis a sorozatomra, oppá. Na, olyasmi lenne az egész. Tehát játszok egy kicsit, fölveszem, fölrakom YouTube-ra, játszok egymagamba, haladok kicsit a történetbe, vagy csinálok mellékszálakat, jó, most megint fölveszem. Tehát így ugrom mindig a történetbe, de alapvetően lineálisan haladnék. Tehát egy ilyen sorozatra gondoltam, mert rohadtul lenne hozzá kedvem, mert egyszerűen folyik a nyálam a játék közben, annyira király, úristen, ez a grafika! Olyan rég lát, több éve nem láttam ilyen gyönyörű grafikát egy PC-s játéknál. Nem, ez így nem pontos. Rég láttam olyan PC-s játéknál ilyen grafikát, ahol ilyen magasra föl tudom állítani a részletességet, mert látjátok, pöpec, és ahogy fut, nem smooth, nem mondom, hogy 60 fps, de smooth, de 30 alá sosem megyünk, úgyhogy tökéletes lesz, és a kocsi is annyira szép, mondjuk ez egy kicsit ilyen Audi hasonmás. Na mindegy, térjünk vissza a fő témára, amiért most nem vezetünk. Tehát szavazzatok 300 lájkkal, ha összegyűlik, akkor csinálok egy ilyen sorozatot, mint Far Cry 4, egy ilyen végigjátszásszerűséget, randomgotok, stb. Nagyon jól tudok beszélni, még a orrom is el van dugulva, de elnézés, betegség az már csak ilyen, de most jött ki a GTA, tehát ez micsoda időzítés, hogy most vagyok beteg. Ha azt mondjátok, hogy ne legyen róla videó, megértem, hisz másfél éve kijött a játék, mert mindenki rongyossá játszotta, simán megértem, de én még mindenre most csodálkozok rá, ez miért így csinálja? Tehát megértem azt is, de azzal kapcsolatosan is lesznek videók, tehát ha azt mondjátok, hogy ne legyen végigjátszás, oké. De pár videót GTA-ról szeretnék csinálni, akkor csak ilyen PC-specifikus videók lesznek. Tehát milyen az FPS mód, mennyi FPS-sel fut maga a játék, ezen a videókártyán, benchmark, nézünk is montázsokat, stb. Tehát ilyen videó lenne a GTA 5-ről, de nyilván sokkal kevesebb ilyen GTA 5-ös tartalom lenne akkor a csatornán, ha nem lenne meg a 300 like. Ha meg lenne, akkor rengeteg ilyen videó lenne, körülbelül úgy, mint a Far Cry 4 esetében. Tehát ilyen 30 darab szerintem lesz, ha nem több. Plusz streamen is twitchelek, nem, Twitchen is streamelek, tehát kövessetek Twitchen. Ezután videó után ott megtaláltok, és streamelni fogok minimum egy 3 órát, ha nem 4-et ebből a játékból. Vasárnap, sőt, szerintem még péntek is Twitchen streamelek, aztán vasárnap is streamelek, és még mindig maradt egy csomó tartalom, amit YouTube-on tudok közvetíteni, úgymond végigjátszás gyanánt a játékkal kapcsolatosan, mert eszméletlen király. Ó, és milyen szépek a kocsik, még mindig tudok látni olyan kocsikat, 3 óra játék, vagy vezetés, vagy ilyen, hogy mondják ezt, felfedezés után is, kóborlás után is, ne gyere nekem, hogy oha, elképesztő. Nagyon tetszik, nem tudom jobban mondani. Igen, most ugye csak ízelítőt láthatunk, bár azért jó lenne valahova elmenni. Ez mi az a garázs itt? Megnézzük. Ó,
Itt be lehet jönni? Á, meg kell venni a garást. Nem kérek garást. Akkor az volt az a dollárjel. Tehát, valahol tartott a mondandom, de már nem emlékszem sajnos. Ezért mondom, hogy nem tudok sok helyre figyelni játék közben, a vezetés közben. Mi lehet az a kérdőjel? És az az L betű? L. Megyünk kérdőjelet csinálni, szerintem valami tutoriál féleség lesz, mert az utolsó pár küldetés az volt, hogyan úszunk, hogyan biciklizünk, tehát még itt tartok az elején. Minden esetre összegezve még egyszer, amíg tudok figyelni. Lehet szavazni végigjátszásról. 300 like, ha meg lesz, csinálom. Közben streamelek Twitchen, lehet követni, leírásban a link. Csütörtökön, tehát ma mindenképp streamelek, valószínűleg pénteken is, és vasárnap YouTube-ra. Azután. Jaj! Ha azt mondjátok, hogy ne legyen végigjátszás, akkor nem lesz, de Twitchen ugyanúgy streamelek. És lesznek egy ilyen érdekes videók, összehasonlítom például, azt is szeretném, bár az több időbe fog kerülni, összehasonlítom a GTA 4 moddolt grafikáját, a GTA 5 eredeti standard grafikájával. Lesz ilyen külön FPS-es módos videó. Egyelőre ennyi jutott eszembe, meg ilyen külön grafika, benchmark, még az is lesz. Plusz kérdésekre szeretnék válaszolni, amit biztos föltettek. Nem, most nem mutatom meg, hogy milyen beállításon játszok, vagy nem mondom meg, majd későbbiekben biztos lesz erről szó. Nem játszunk GTA Online-t, nem szeretem egyszerűen. Az a része a játéknak nem tetszik. Unalmasnak tartom, sokkal jobban szeretek egymagam játszani. Hoppá, itt nagyon kérdőjelbe futottunk. Mi lehet itt? És nem játszok. Franklinhez kell visszatérnem, hogy ezt a küldetést megcsináljuk. Hát akkor megyünk Franklinhez, és megint ide kell vezetnem. Nem lesz FPS mód. Dal most a videó, majd a későbbiekben lehet, de azzal kapcsolatosan is szeretnék egy... Na, akkor menjünk a zöld kérdőjelhez. Még nagyon kezdő vagyok a játékban. Tehát látjátok, most is nem így akartam. Így akarom. Tényleg nem láttam róla semmilyen videót, tehát nézzétek el ezt nekem, nem leszek profi, meg nem fogok így itt úgy vezetni, mint valami. Hoppá, hív a kutyám! What's up, homie? Hey, look, Chop got stay around your crib for a while, homie, that's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha, like, erre kell jönni? Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Tehát visszatérve, nem vagyok pro, a missziókat is, mit tudom én, 3 kísérletből sikerül összehozni. Bullshit. Na minden, kutyás küldetés? Ismét csak? Merre kell jönni? Itt be kell jönni szerintem. Nem, itt beparkolok. Menj már innen. Hát, talán ki tudok szállni? Nem. Jó. Nyugodjatok már le. Merre? Ide? Ide kell jönni. Jaj, ne! Lefényképeztek! Remekek a gegek, remekek a szövegek, a dialógok. Isteni a játék. Nem tudom, tényleg már tudom a hype, vagy már megértettem a hype-ot körülötte. De én eddig tényleg nem tapasztaltam a játékkal kapcsolatosan semmilyen élményt, úgyhogy elnézést, ha itt tömlengek, nekem ez ilyen most. Élőbe. Tényleg ilyen. Jó, ezt kippelem. Hojjajajajaj. Talán nem kellett volna ezt kippelni, mert most miről van szó? Ja, paparazzik vagyunk, menjünk paparazzulni! Ó, az egy limó. Limót se láttam még, úgy de tetszik. Császtok! Gimme more. Na, lőjed őket! Lőjed!
chainsaw. Man, they don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. Hoppa, ore. Man, no wonder this whole town's in therapy. Oh yeah, real subtle. Másik csávot jobban szeretem, ugye most Franklinnel vagyunk, a másiknak nem tudom a nevét, sajnos, de majd biztos megjegyzem egy életre, de még nem tartozok ott. Neki az élete hasonlít a legjobb az enyémére, ugye van baszva az élete, ahol kell. Na mi van, kész vagy már, paparazzókám? Hopp, itt elsőségadás, kötelező, a zöldre váltottunk. Na, menjünk. Hopp, ott egy másik... Hoppáré, konkurencia! Lőjem le! Na! Kinyírtuk. Most gondolom a rendőrök elől el kéne menekülni. Aha, olyasmi. Előttem egy rendőr. Akkor itt bekagyarodok. Kapszaka! Hát igen, ez nem egy plusz 12-es, hanem jóval fölfele karikás játék. Nagyon szép magyar mondatokat tudok így összekanyarítani. Jó, nyugodj le. Oh, milyen király ez a templom. Na, leráztuk a zsernyákokat, és viszonylag jó helyre is jöttem. Mert ide visszahozzuk őt. A régi narancssárga karika. Régen még kék volt, tudjuk. Milyen jó kis koponyám van. Hogy mozog az orjukom? Látjátok? Nagyon vicces. Continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Ajaj. Hát igen, ez ilyen plusz 18-as beszélgetés volt. És el is mentjük. Kész. Mission. Done. Bam. Tehát, ez volt az ízelítő videó tőlem, GTA 5-ből, PC-n. Haj, de gyönyörű, fap. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. A mindent megbeszéltünk a videóval kapcsolatosan. Úgyhogy most, ma, csütörtökön találkozunk Twitch-en, addig pedig szavazás formájába erőlködhettek, hogy legyen még videó a csatornán, legalábbis ehhez hasonló, csak azért kicsit őrültebb lesz azért. Attól függ, milyen napon van, milyen lábbal kelek föl, mennyire vagyok beteg, ilyenek. Na, sziasztok!